Hát ezt, az Ábrahám leányát, Kit a sátán megkötözött, Íme tizennyolc éve, Nem kellette feloldani E kötelékből szombatnapon. Lukács 13.16 A betegség kötelék Jézus szombaton bement a zsinagógába, ahol látott egy görnyedt asszonyt. A nő nem tudott felegyenesedni. Biztosan köszvénye volt, mert nem tudott egyenesen állni. Kikötözte meg ezt az asszonyt. Isten akarata volt az, hogy a teste meggörnyedjen és ne járhasson egyenesen, mint más emberek? Isten tette rá ezt a köteléket? Nem. Jézus azt mondta a nőnek, asszony, feloldattál a te betegségedből. Lukács 13 12. Azután megérintette, a nő pedig meggyógyult, és azonnal felegyenesedett. A zsinagóga fők megharagudtak, mert Jézus szombaton gyógyította meg az asszonyt. Tudod, néhány ember, többre becsül egy napot, mint az urat. Figyeljük meg, hogy Jézus szerint a sátán kötözte meg azt az asszonyt 18 éve. Ha beteg valaki, akkor kötelékben van. A betegség nem áldás és nem szabadság emlékszem, amikor 16 hónapon át lebénulva feküdtem a betegágyban. Tudom, mit jelent a megkötözöttség. Az ember fel akar kelni, és járni akar, de nem tud. Ilyenkor kiszolgáltatott. A betegség kötelék. Megvallás. Isten nem akarja, hogy beteg legyek. Isten azt akarja, hogy szabad legyek minden köteléktől és minden betegségtől.